Megy már? Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, szép estét kívánok! Ahogy ígértem, folytatjuk a ti kértétek rovatot, és a következő játék a The Vanishing of Ethan Carter. Fogalmam sincs, hogy mi ez a játék. De meglátjuk. Alapvetően kíváncsi vagyok, mert ilyen indie horror játéknak van kikiáltva. De meglátjuk, dicsérik mindenképpen, úgyhogy megnézzük. Sejt Adri, köszönöm a százast, szép estét kívánok. Szia, Kepi Marci, üdvözöllek téged is. Legjobb, szervusz, hello Nevermind, szép estét neked is. Mikor játszunk Scripset? Fú, hát azt nem tudom, mert őszintén szóval nem ismerem. Majd megnézem, és akkor majd mondom, hogy mikor játszunk. Jó, én elindítom ezt a játékot. JavaScriptben kell programozni? Hát akkor nem mostanában fogunk szerintem. Na lássuk. Kontrollerrel nem működik esetleg. Vagy csak én csináltam el. Örülnék neki, ha működne kontrollerrel. De várjunk, Epic Games. Ó, oh, oké, akkor nem fog. Semmi baj. Jó, oké, és akkor ez mindegy. Jó, nem érdekes. Majd meglátjuk, hogy... Hát ez a monitor nem 4K-s, de nem baj. Végül is. Háj, oké. Hát ezt lekepeljük. Mert ugye jó. Oké. Hát én hallanék, ha adtam volna rá hangot. Jó, hát ezt majd meglátjuk. Majd beállítjuk. Hát a zenén már most visszaveszek. Biztos, hogy sok lesz. Jó. Language. English. Magyar nincs. Nincs. Felirat legyen. Oké. Okay. Jó. Na, hát akkor kezdjük. Narrative experience. Tehát van története? Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Oh. Okay, tehát mi most keressük Ethant. Ó, oh. Nem ez. Bocsi.
Lassan már le kell vinni mínuszba. Hát még mindig nem az igazi. Na jó, mindegy, menjünk. Oké is. Na szóval keressük Ethan Cartert. Egyből letérünk az ösvényről. Sense. Mi a fene? Ez egy csapda. Más nem tudunk vele csinálni. Aha, hát igen, két, hát igen, ez egy csapda. Idézzél a Hobbitba az ösvényről letérésnél. Hát... Igen, ott is letértek. Ó, és akkor egyre többet látunk, ahogy így felfedezzük ezeket a dolgokat. Hát, meglepő módon ez is egy csapda. Jó, hát menjünk tovább. Végvonalban 8 km, de tudok egy rövidebb utat. Így van. Ez a Argo 2, ugye? Szia, Kambli! Oké. Okay. Erre is el tudunk jönni. Erre is el tudunk jönni. Hát igen, több felé el lehet menni. Hát lehet, hogy ugyanoda lyukadunk ki. Amúgy elég jól néz ki. Szép, nagyon. Jó. Hát, esetleg még erre eljövünk. Valamit hallottam. Át lehet futni is. Nem, mintha sietnék valahova. Oké, hát arra már nem lehet menni. Hát itt lehet, hogy nincs semmi. És akkor itt van egy másik. Na és akkor így össze is áll. Oké. És akkor most hol vagyunk? Most átmentünk valami másik
dimenzióba, vagy... Ez annyira nem szimpatikus, de... Oké. Okay. Nem tudom, hogy miért jövök el erre. Hát, ha itt van valami. Már is iszok, csak rohadt forró te a... Adjatok egy pár percet. Hát, vagy csak simán menjek tovább a sineken? Mert itt most eltűntek a csapdák. Tehát itt is volt egy csapda, ez sincs már itt. Csak itt ez a sok... ott van valami. Read. S.A.P. Ethan Carter. Hát lehet, hogy inkább így, mert jobban látom. Szép. Ah, tehát valami idős fickó jött minden nap a erdőbe. Igen, az, hogy eljusson, egy csomó veszélyes csapdán kellett átjutnia. És a helyiek úgy gondolják, vagy úgy hiszik, hogy fickó elrejtett egy... Ja, SAP, nem SAP, igen. Szakmai ártalom. Hogy elrejtett egy... Hát ezt nem tudom, magyarul jáde amuletnek hívják talán. Nem nagyon vagyok szakértője a témának. De csak az öreg akarta, hogy ezt higgyék. Hogy az erdőt átkutassák, és ne a szeszét igyek. Oké. Okay. Ja, de amulett. Ah, jó, oké, okay, köszi. Fól. Aha, egy hűvös őszi estén valaki tüzet gyújtott az erdőben. Vagy felgyújtotta az erdőt, set fire to the forest. Inkább utóbbi. És a tűz átterjedt a falura. Az öreg elmenekült. Hú, jó. A szebb segítségével. Akkor visszatért a faluba, az összes helyének a csontját találta, tehát a helyieknek a csontjait találta meg. Leült és sírt. Aztán talált még egy kis szepet inni. Oké. Okay. És itt le is rajzolta a történteket. Ki gyújtotta fel az erdőt? Ez a kérdés. Közben most nézem. Agyilag zokni, nagyon szépen köszönöm a követést. Üdvözöllek. Oké is. Jó. Accept. I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Ez az öregnek akkor az unokája? Az Ethan Carter? Jól értettem? Ja, és akkor most... itt megint van valami...
One dead in house fire. Jó, tehát Red Creek Valley-ben szerdán reggel, nagyon fontos, leégett egy ilyen történelmi ház, historic home. Oké. Okay. Oké, okay. Egy hattagú család aludt bent, amikor felgyulladtak a lángok. Oké, okay, és Gay Carter halt meg egyedül? A többiek kimenekültek. Ez is érdekes. És... és a... Carters... Ja, akkor a Gay Carter... Hát igen, ezt Amerikában nem lehet tudni, hogy az férfi vagy nő, így... Mármint így a név alapján. Tehát a férje, Edwin, aki, azt mondta, hogy valószínű elaludt egy égő cigivel a kezében. Hát, gratulálok. Meg kell szokni a cigiről. Ez nagyon fontos. Oké, és a tűzoltók éjjel vonultak ki. 1 óra 22-kor és 5-ig voltak ott, hajnal 5-ig. Majd 4 órával később visszamentek újra, hogy körülnézzenek és eloltsák még ezeket a hotspotokat. Oké. Okay. Ó, és van másik oldala is, ahogy látom. Aha. Na, ezt is elolvassuk. De az a másik. Igen, ez. Vandgriff család újra a bíróság elé állt, hogy a Vandgriff vagyon sorsáról vitatkozzanak, mi 1961 óta tart, vagy valami ilyesmi. Amióta az öreg Albert meghalt egy bánya balesetben. Ah, oh, oké. Okay. És annak a hatása az volt, hogy majdnem tönkrement a cég, ez a Vandgriff Industrial, és súlyosan érintette a helyi gazdaságot is. Aha. Jó, tehát itt a fia James Vandgriff, vagy Vandegriff, ez se derül ki soha. Chicagói lakos. Azt állította, hogy az öregnek a kérése teljesen észszerűtlen. És több családtagnak van személyes oka arra, hogy ne lakjanak a Red Creek Valley-ben. Avoid living in Red Creek Valley, jól értem? Tehát, hogy nem akarnak ott lakni a Vandgriff birtokon. Ja, persze, hát mert leégett. Mondjuk úgy akkor érthető. Jó, hát igen, egy leégett házba hát most damaged, hát ez, hogy mennyire van leégve, az jó kérdés, de egy leégett házban én se szívesen laknék. Jó. Visszatesszük. Csak próbáljuk fejbe tartani ezeket a információkat. Oké. Körbenézek.
Nem tudom, itt meg, itt most vannak csap, de... Mik ezek a pillangók? Hát akkor megyünk még egy kört, mert most ez megint egy másik világ. Vagy nem tudom, másik időség, nem tudom. Még erre nem jöttem rá. Vagy most már mehetek a sineken? Hát a hídon? Hát tényleg elég jól néz ki. Hát ha találunk még valamit. Bár szerintem. Erre sincs már semmi. Én meg van ugye, amit elolvastunk. Hát... Próbáljunk meg akkor elmenni arra a sineken, a hídon. Do not enter. Persze, hogy bemegyünk. Tényleg nagyon szép. Hát nem biztos, hogy... Creek Valley. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Tehát ez lesz az utolsó ügye. Utána nyugdíjba vonul, gondolom. De érdekes, hogy Ethan figyelmeztette, hogy ne vállalja el ezt az ügyet. Ha jól értettem. Jól néz ki. Azt kell, hogy mondjam. Azért szántak rá időt. Azt mindenképp ki lehet jelenteni. Jó. Hát, menjünk tovább. Egy ilyen régi mozdony. De most mi mennénk el arra? Turn off, mert most be van kapcsolva? Hát ez nem működik. Itt ebbe a világban nem működik? Lehet, hogy majd fog valahol máshol? Na mindegy, most kiszállunk. Meglepődtem volna, hogyha ez működik. Eléggé oda van. Inspect. Véres. Vajon emberi vér, vagy állati vér? Fú, mi is magyarul a crankshaft, az a kardán tengely? Ez meg egy kurbli. Kurbli, jó. Jó, valami vízparton van. Ja, azzal kell beindítani. Akkor gondolom. Oké. Tehát az látszott, hogy valami vízparton van. Valószínű majd le kell menni. Fölhozni. Én itt más nem látok. Úgyhogy akkor menjünk tovább, mintha ez az út lefele vezetne.
De azért elnézünk erre is. Erre semmi nincs. Oké. Hát... azért jó magasan vagyunk. Mármint ahhoz képest, hogy most egy vízpartra kéne lemenni. De majd lejövünk gyalog. Hát ez mi? Ó, hogy ide valaki ki volt kötözve? Hát vérnyomok nincsenek. Jó, és mit csinálják vele? Nem tudok semmit. Jó, megyünk tovább. Ó, itt már vannak vérnyomok. Aha, tehát hol a holttest? Oké, hogy hát ha van holttest. Szóval... ó, most látom. Nem vettem észre. Hát igen, ez egy láb. Sőt, kettő láb. Egy pár láb. Könnyen lehet, hogy ugyanahhoz a személyhez tartozó. Oké. Na, keresünk meg a többi részét. Hát igen. De legalább nincs láb alatt. Na mindegy. Ó. Oh. Hát igen, ez... ó, hogy a... ah, hogy a koponyá is be van törve. Touch, miért kéne? Hát, ha látunk valamit? Ah, még nem látjuk. Ah, és akkor jönnek a kérdések, hogy mi történhetett. Hát igen, egyelőre még keressük a nyomokat. Hát... nem tudom, a lábával tudunk-e valamit csinálni, nem írta ki. Nem lehet. Érdekes. Nem mindegy. Menjünk tovább, hát ha találunk még valami nyomot. Ó, és itt lehet lemenni a partra. Hát igen, nem biztos, hogy meg kéne olyan nagyon fogdosni, de lehet, hogy ő így... így kezdi el látni ezeket a dolgokat. Nice, amúgy. Elég jól néz ki. Oké. Na, itt kéne lennie valahol a Kurblinak. Vagy legalábbis egy ilyen helyen. Ott is van. A Kurbli. Rá is tudunk zoomolni. Jó, eltesszük. Ezzel majd be tudjuk indítani valószínű a vonatot. Itt körbenézünk, hogy van-e valami. De nincs. Véres a vége? Hát, csak nem egy koponyát törtek be vele. Hát, én itt nem látok semmit, ami érdekes lehet. Esetleg jöjjünk el ebbe az irányba. Hát, itt a vonat tuti nem fog átjönni. Vagy hát, meglepődnék.
Nézzük meg, mi ez. Ilyen tehervagonok. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ennyire el kellene jönni még. Mert arra visszafele is volt egy rét. De most ha megnézzük, szerintem ez valami állomás lehet. Igen, ez egy vasútállomás. 7 óra 5 perc van. És nem ugyanúgy jár a 2 óra. 4 perc különbség van. Ez meg egy pad. Nézzünk el erre a rétre, hogy itt van-e valami. Itt egy csomó nyírfa. Lehet, hogy itt semmi nem lesz az égvilágon. Nem baj, körbejárunk. Vagy lehet, hogy most nincs itt semmi. Nevermind, az jó sok kex. És mind a botnak. Te a mellé lesz egy kis kex. Ez mi ez a hang? Hopp, itt mintha lenne valami. Ez micsoda? Az micsoda? Gyere csak ide! De ez kicsoda? Hol van? Követjük. Hol van? Itt van. Az micsoda? Okay. Na.
Akkor egy hosszú útra indulunk. Remélem nem hagytam bedugva a vasalót. Extraterrestrial Containment Capsule Number 86911. Oh. Hát vannak páron. 86911. Oh. Fangs. Na nézzük. Ez nem tudom milyen történet. Oké. Get out of my room, Travis. Stories, stories, always with the stories. Get out. I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Akkor Ethan írta. Oké. Okay. Most megint itt vagyunk. Oké, okay. Ja, ez ugyanaz a történet, a Fangs. Oh. Abstruse Tales. America's Finest Science Fiction. 1964. januári szám. Uh-huh. Jó, már akkor is írtak erről a űrkapszuláról. Arra már most ne beszéljünk, hogy mit firkáltak rá. Vissza is teszem. Oké. Okay. Na. Nem pontosan tudom, hogy mi történt. De lehet, hogy a játéknak ezen a pontján ezt még nem is feltétlenül kell tudnom. Úgyhogy akkor szerintem menjünk vissza ide az állomásra. Meg amúgy ott is volt egy rét még a... egyel visszább. Hát oda is el kéne menni majd. Mi is mennünk kell vissza a Kurblival a vonathoz. Szóval... vissza még csak elnézek erre, hogy itt mi van. Most akkor erre megyünk tovább. Nem tudom, lehet akkor vissza kellene menni a vonathoz. Körülnézek már itt, ha itt vagyok. Igen, ez visszavezet a előző réthez. Oké, itt van egy ilyen kis épület. No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Igen, hogy most azon lamentált, hogy mennyire magára hagyják ezeket a dolgokat az ország, abban az országban, hát gondolom Amerikára gondol.
Hogy itt is már milyen régóta nem játszottak, nem jártak vonatok. És hogy milyen szörnyű, hogy ilyen helyeket csak úgy magára hagynak, elhagynak. Senki nem törődik velük. Hát Donát, végtelen lehetőség van gyakorlatilag, hogy mivel játsz. Főleg, hogy most volt gép upgraded. Én biztos vagyok benne, hogy fogsz találni olyat, ami tetszik. Remek, remek játékok jöttek ki az elmúlt, hát mondhatjuk 5 évben. Még talán az elmúlt 2-ben annyira nem, de az elmúlt 5 évben biztosan. Oké, eljövök erre. De erre nincs semmi. Igen, itt ez... Zsák utca. Ja. Jó, menjünk vissza. Úgy szétnézek mindenhol, mintha nem is tudom, valami lootot találnék itt. Jó. Na, itt van ez a híd, amin át kéne kelni, de lehet, hogy én visszamegyek a vonathoz, bepróbálom a kurblit, meg ott volt még egy rét, azt meg akarom nézni. Mert itt is most csak bementünk így randomra a rétre, aztán elvitt egy űrhajó. De egyébként, Donát, abszolút megértem a problémádat, hogy mivel kéne játszani. Annyi jó játék van, hogy nem is tudja az ember, hogy mihez nyúljon így hirtelen. Így van a bőség zavara. Jaja. Én is most lamentálok azon, hogy a Dark Souls-okat kezdjem el, vagy a Red Dead Redemption 2-t kezdjem el. Főleg úgy, hogy hamarosan jön a God of War. Sőt, jövő héten jön a... Plague Tale Requiem. Szóval... Tényleg nehéz. Hello, Mark Boy, szia. Dark Souls kezdjem el, azt mondod, Sherry Tadri. Elden Ring? Hát, Donát. Lehet úgy játszani, hogy annyira nem nehéz. De lehet úgy is játszani, hogy nehéz legyen. És nem is találtuk meg. Oké, ez valami üzemanyag, azt tudti. Kiszáradt fű. Az mondjuk egy... Most mi történik? Ó! Oh. Ja, most akkor látjuk, hogy mi történt? Esetleg? Tehát ezzel a vonattal ütötték el a csávót? Most ezt akarja mutatni nekem?
Érdekes. Na mindegy, megnézzük ezt a rétet is. Már gondolom, itt át lehet jutni a másikra. Hogy ez még az, csak... Ja, igen, ez az, csak a másik vége. Jó, mi menjünk tovább. Ó, menni fog a vizázs is, Mark Boy. Ott van a listámon. Csak erőt kell hozzá gyűjteni. De lehet, hogy majd Halloween-kor az lesz a spooky game. Majd meglátjuk. Mondták a kedves nézők, hogy játsszak ilyen spooky game-mel Halloween-kor. Hát nem tudom, hogy mennyire illik Halloween-hoz az a játék, szerintem amúgy sem ennyire. Jelmezezni nem nagyon fog szerintem. Na. Hát ez a hely. Itt egy doboz. Hát majdnem. Végül is. Majdnem. Találtunk egy kézigránátot. Csak így. Python-t oktatnak-e egyetemen? Hát, persze, melyik egyetemre gondolsz? Ez még a kérdés. Oké, itt is van valami. Egy szikla. Leomlott volna valahon. Frissen kivágott fa. Az nem tudom mi. Innen hiányzik egy darab kő. Most arra gondol? Do not enter. Jó, hát menjünk vissza egy kicsit. Na, itt volt egy kő, itt volt kötél, ki volt kötve valaki. Erre nem is tudom, hogy föl lehet-e jönni. Nem lehet. Jó, akkor menjünk vissza. Sem be tudjuk-e indítani esetleg? Beindult. Na jó. De most nem előre kéne menni, nem? Hanem hátra.
Mondjuk nem... Nem biztos, persze. Még visszamegyünk egy kicsit. Oké. Valami volt. Valaminek volt valami fura hangja. De lehet csak én hallottam valamit. Na, eddig tudunk hátra jönni. Hát nem tudom, hogy ez most jó-e bármire. Jöjjünk el erre. Hát erre a hídra nem szívesen megyek föl. Tehát itt csak eddig tudunk eljönni. Ja. Ennyi. Na mindegy, visszamegyünk oda. Úgyis onnan megyünk tovább. De valószínű ez csak annyi, hogy ezzel a vonattal üthették el azt a fickót. Talán. Kivágott fa. Igen, azt mutatta, hogy van itt valahogy kivágott fa. Meg itt kiégett a fű. Vagy hát kiszáradt. Ó, oh, hello Miska. Szia-szia. Üdvözöllek. Ahogy jöttünk, a bal oldalon volt. Oké. Okay. De gondolom még visszább. Hát, vagy nem. Hát, hogy nem ennyire visszább. Itt nem volt kivágott fa, azt tuti. Nem. Nem. Jó. Arra jöttünk bal oldalon. Hát akkor megyek. Mondjuk itt az úton jöttünk, az is igaz. Ott van, ott van, ott van, ott van. Ah. Itt a kő. Egy kő! Kő! Nagyon jó. Eltesszük. Nem tudom, mire lesz jó, de... Van nálunk egy kő. Oké. Én szerintem leállítom. Ne dünnyögjön itt.
Mondom, ott a fű azért van így kisárgulva, mert hogy itt állt a vonat. Most feltételezem, valaki megtöltötte üzemanyaggal, és átment a fickón. És a fickó meg eddig jutott. Jó. Hát nem tudom, hogy itt tudunk-e még mit csinálni. Szerintem itt meg vagyunk, nem? Ezzel nem tudunk. Hát még be tudnánk kurblizni még egyszer. Nem vagyunk meg. Vagy nem tudunk már mit csinálni. Álljak előrébb? Ah, csak be... Ah, önindítója nem működik, mi? Nem. Mondjuk az előbb sem működött, most miért működne? Álljak előrébb fél méterrel. Jó, sok. Vagy hátrább álljak? Na, magam se tudom. Hogy lefedje a kiégett részt. Akkor még hátrább állok egy kicsit. Valaki jöhetne segíteni. Amúgy, amikor először ide álltunk, én hallottam valami hangot. Nézzem meg a holttestet. Hát, ha van valami új. Hát... Valami van. Lábakkal nem tudok mit csinálni. Kötéllel se. Esetleg itt a sziklával. Ah. Visszatettük. Oké. Okay. Köszönöm a kekszet. Hello?
lehet, hogy utólag ütötte le, mert még itt élt. Ez valami kisrác. Hát itt még határozottan nincs leütve. Kisrác van ide kikötözve. Tehát ez a fickó kötözte ki a kisrácot? Ezek szerint? Úgy tűnik. Oké. Na nézzük itt mi van. Ja, lehet, hogy az öreg Joki csak így jött érdeklődni, hogy mi a helyzet. És látta, hogy ott ki van kötözve a kisrác. Ami jó. Még ott is van egy nyom. Oké, tehát az öreg fogta a követ, és leütötte a fickót. Talán ez az első? Igen, és akkor most összetesszük a sorrendet. Hát, nem hiszem, hogy ez az első. Miért ez lenne az első? Hát, nem hiszem, hogy ez a második. Szerintem először kikötözte a kisgyereket. De akkor is még valami hiányzik. Akkor legyen ez az első. Valami még hiányzik nekem. Legyen ez a második. Szerintem ez jó másodiknak. Aztán a harmadik. Az, hogy ide jön érdeklődni a fickó, hogy mi újság, lehet, hogy itt le is üti. Ez a harmadik. Akkor legyen ez a negyedik, bár itt nem tudom, mi történik pontosan. Lehet, hogy itt álljul össze, itt álljul el a fickó, és teszik rá vonatra. Nézd meg, nem tudok beszélni, tehát teszik rá a sinekre. Oké, legyen ez az ötödik. Hogy itt már próbálja magát elvonszolni. Ez pedig a hatodik. Na lássuk. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Tehát a... Honey, I wish there was another way. Ez a nagy fater, nem? Travis, tell me where Ethan is, now. I'm giving the sleeper what he wants, what all of us want. Look, old man, you need to go home. Ah. Oké, itt a kisrác elszabadul. Vagy kiszabadul. Oké. Igen, ott elájul a fickó, és az öreg elüti a vonattal. Két próbálta magát elvonszolni. Bassz. Travis, close your eyes.
Okay. Az hova megy? Megkérdezzek ilyen hülyeséget. Jó, hát szerintem is jó a sorrend. Így lenne úgy nagyjából logikus. Na mindegy, most viszont tényleg tovább megyünk. Hol is? Itt ugye nem tudunk tovább menni, úgyhogy lent megyünk tovább. Amúgy is ott lefele ment ez a fénycsóva. Keresünk további nyomokat. Itt is van egy nyom. Lehet, hogy az öreg itt elhajította. Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it. I have to sleeper? Corvus. I'm sorry. Ethan. Oh no. I can't let you do that. Oh. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience. Because the old are tired. Their hate is less useful. Végül is. Oké. Tehát valami megszállta őket. Legalábbis én ezt így értem. Valami sleeper van a fejükben. És az az egyetlen megoldás, hogy... Hát igen. Na, ezt a rétet körbejártuk. Itt volt ez az űrhajós kalandunk. Mikor erre voltak az UFO-k. Szerintem most nem különösebben tudunk itt mit csinálni. Gondolom én. Ezért körbe szaladok. Ezekbe a kocsikba van-e valami? Mi az ott az a kis házikó? Ja, itt volt a izém. Jó. Ezeket már láttuk. A Feng történet. Oké, itt a vasútállomás. Hát, menjünk tovább. Ezen a réten sincs semmi. Az a kézigránát, az meglepő volt. Még bármire jól jöhet. Oké. Hát, megyünk tovább. Na, ezen a réten itt szerintem nem voltunk. De nincs is semmi, úgyhogy. Oké. Megnézzük ezt a házat. De itt semmi nincs. Jó. Igen, ezen az úton is jöhettünk volna. De még elnézünk erre. És utána tényleg megyünk tovább odon a hídon. De így sincs semmi.
Mellette zsákutca. Ilyen kőomlás. Jó. Akkor ez ennyi. Elég jól néz ki. Hát, nem is biztos, hogy a szépség. Megvan az, hogy ezek a ilyen gémek, vagy akár open world gémek is, hogy vezetik a játékost. Van egy logikája. Persze az is többféle lehet. De igen, olyan fura, hogy itt van egy út, és akkor a bal oldalon ilyen hatalmas terület, amin lehet, hogy nincs semmi. Tehát olyan fura, egy kicsit egy ösvényt rakhattak volna oda, vagy valamit. Hát mindegy. Mondjuk itt az elején, hogy ez a játék nem fogja a kezünket. Ebben igazuk is van. Na jó, menjünk itt végig a gáton. I've seen every version of people hurting each other, hurting themselves. We blame it on compulsion, selfishness, madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Hát, az valami svábház is lehetne. Felső Ausztriában. Oké. Na, gondolom ez a falu. Egy határozottan falunak tűnik. És akkor én most meg lehetne nézni a házakat? Így külön-külön. Hát eléggé elhagyatottnak tűnik. Egy kicsit, mintha ferde lenne, nem? Na mi van itt? Atyaig. Ez valamilyen RPG játék lenne? Fene se tudja. Mindjárt bemegyünk. Ez füstkapu amúgy? egy boss fight. Oké. Jó, átléptünk egy alternatív világba. Nem tudom mi lehet ez. Sven. Hűha. Puzzle szagot érzek. El fogunk mi itt tévedni? Mondhatnánk, hogy sose tudtam, hogy merre vagyunk.
Hát igen, most gyakorlatilag az kéne így Rubik kockázni. Na, végigmegyünk úgy, hogy hát ez egy elég kicsi ház így. Na, újra. Jó, ezt nem tudom változtatni. Ugye ezt tudom. De itt pont nincs semmi. Jó, itt visszajutok az elejére. Akkor nem arra megyünk. Jobb ilyen. Akkor újra. Jó. Az előbb... Merre mentünk? Miért érzem úgy, hogy fölfele kéne menni? Vagy be kéne állítani mindet jól, vagy nem tudom. Jó, most följöttünk ide. Az előbb ide jöttünk be. Most szerintem körbe jöttünk egyet. Igen. Oké. Okay. Mint hogyha... Oké, okay. Lehet, hogy ki kell rakni a házat, úgymond ilyen puzzle jelleggel, hogy... Hogy jó legyen. Jó, hát erre nagy tér van, meg erre a másik irányba is viszonylag. Hát ennél nagyobb, ennél meg végképp nagyobb. Oké. Okay. Hát akkor a folyosó nincs arra szerintem már. Hát... Nem, ez biztos nem, ez fönt van. Talán ez. Oké. Okay. Várjatok. Mert már magam se tudom. Ugye itt van egy lépcső lefele. Tehát ott egy lépcsőnek kéne lenni lefele. Igen, ennek. Jó, akkor ez a szint egyben is van. Jó, na az a szoba kérdés, mindjárt benézek. Aha. Hát igen, itt nagy térnek kéne lennie. Hát, vagy egy ilyen folyosónak.
Nem elsők még a többi. Hát ez biztos, hogy nem. Ez nem lehet. Nem, mert itt akkor kéne a lépcsőnek látszódnia. Igen, akkor biztos, hogy nem a lépcsős. Hát ez... Itt meg lépcső megy lefele. Lentem megyek egyel. Nincs lépcső lefele. Tehát ott nincs, nem volt olyan alternatíva, hogy lefele lehet menni. Hát akkor ez marad. Oké. És itt van megint két lehetőségünk. Össze kell puzzle-ozni a szobát, vagy az egész házat. És itt tudod kiválasztani, hogy melyik illik ide valószínűleg. Aha, hát itt van körülbelül olyan 6 méter. Jó, annyi nincs. Ez szerintem nagy ide. Meg ott van egy ablak, ami nem lehet ott. Igen, nincs ablak. Szóval akkor tudja, hogy nem ez. Itt van egy ajtó, ami nem lehet ott. Hát akkor kizárásos alapon csak ez lehet. Így van. Itt van egy lépcső lefele. Szerintem az megint nem lehet ott. Hát... Ez a padlás... Ez nem tudom mi... Nem, ott nem lehet lépcső lefele. Ez valami szoba. De ez a szoba már volt valahol, nem? Valonnan ismerős ez a szoba. Nem volt ez itt már valahol? Vagy lehetett választani, és azért rémlik. Nem lehetett választani. Hát... Most az a kérdés, ha elrontom az egészet, előről kell kezdeni, vagy csak ezt? Ott egy ablak. Lehet-e ott ablak? Az a baj, nem tudunk kinézni. Mintha lenne valami erkély. Ez lesz az. Oké. Jó, ez az. Szuper. Akkor talán ez a szín meg is van, ugye? Körbeszaladok. Ja, ez a szín megvan, akkor menjünk egy lentebb. Ez volt fönt. Hát szerintem ez nem lehet, ott lépcső megy fölfele, szerintem annyi hely ott nincsen. Hát... Fene tudja, hogy itt mi van ez alatt a tető alatt. Nézzük meg ezt. Ez a padlás. Ez itt valami étkezőféle, egy nagy asztal.
biztos nem. Hát nézzük meg ezt. Shit. Nem az volt. Ó, nem mondod. Előről kell kezdeni. Shit. Ez szomorú. Hol is voltunk? Jó. Na, itt a padlás. Oké. Akkor itt nincs más. Itt nem a lépcső volt lefele, ugye? Biztos, hogy nem ez. Itt a lépcső lefele megint nem, akkor ez. Nem, nem ez volt. Vagy igen? De most mi történik? Valamennyit el lehet rontani. Annak örülök. Jó. Ezt mondjuk legalább nem rontottam el. Ez volt itt lefele? Ezt még nem nyitottuk ki. Ott kell lenni a lépcső lefele, jó? Jó. Így van. Jó, azokat kinyitottuk. Jó, akkor ez a szín megvan. Na, akkor menjünk egy jelentebb. Ez a padlás. Itt a lépcsőnek nem ott kell lennie. Nem. Úgyhogy akkor nem lépcső. Akkor ez. És ez az étkező. És innen nem is lehet tovább menni. És akkor nézzük ezt. Fú, itt nem is tudom mi volt. Nem lépcső fölfele, az tuti. Akkor annak itt nyoma kéne, hogy legyen. A lépcsőnek valahol vezetnie kell. Ez szerintem fönt van. Vagy nem. Szerintem ennek kéne lennie. Így van. És akkor itt... Ó, basszus, véletlenül bementem. Hát, ezért kár volt a kekszet elpazarolni.
Fene, jó. Jó, ez. Akkor megvan a lenti rész legalább. A többit meg már megcsináltuk. Talán menni fog most is. Már emlékezetből hát ha. Most ez a másik oldal. Lehet, hogy inkább jövök erről, mert erről jobban rémlik. Igen. Jó. Oké, haladunk. Hát ja, jó jön egy kis kex IRL. Majd a stream után okvetlenül. Jó, ez meg a padlás. Na várjatok. És a titkos szoba. Itt van valami. Valamint rotyog. Lehet a bableves. Na mi van? Oké, tehát egy varázsló. Egy öreg házban élt, és olyan főzeteket készített, amely lehetővé tette, hogy lássa a jövőt. És sokan jöttek a faluból, kértek a főzetéből. Mi is látni akarjuk a jövőt, mondták, de a varázsló nemet mondott. A falusiak mérgesek lettek, és leégették a házát. Ennyi. Régen nem szoroztak. Nem adsz a főzetedből, fölgyújtjuk a házad. Viszlát. Viszont a varázsló tudta, hogy ez megtörténhet, szóval... hát egy ilyen spelt rakott a főzőszobájára. Leégett a ház, de a szoba az nem. Igen. A emberek a völgyből vártak, de a varázsló sose került elő. Oké. Okay. Ki az a Chad? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Oké. Okay. Ó. Egy kis moonshine. Hát igen, végül is az is alkalmas arra, hogy lássuk a jövőt, bizonyos értelemben. Kérdés, hogy mit rakott a moonshine-ba? Az az illegális főzde.
Igen, egy ilyen gázpalack, meg négy gallon, egy négy gallonos rozsdamentes acél tartály talán. Igen, és ilyen viszki mest, ez a, aztán a viszkinek ilyen alapanyaga, ez a, na mindegy, nem nagyon vagyok hozzáértő, szóval. Aha, ez egy kis főzde volt. De azt mondta a sheriff, hogy lehet még más. Itt a megyében, aki ezzel foglalkozik. Nem lenne meglepő. Oké. Okay. És a biztos urak, hát recovered. Mondjuk úgy, hogy szereztek fél gallon almás pite moonshine-t, apple pie moonshine, és egy gallon íz nélkülit. Apple cider, cinnamon sticks. Oké, okay. Hát ez ízesítésre lehet használni. Apple pie moonshine. Pumpkin Spice Moonshine, az kéne, igen. Oké. Okay. Jó, a rendőrség nem tudta megállapítani, hogy kinek a tulajdona. Mert nem tudják, hogy ki a ház. Ó, és egy cigarettacsík okozhatta a tüzet. NASA kilőtt az ATS-6 műholdat. World's first educational satellite. Hát, az sem avót. Ó, és ilyen educational programokat, tehát ilyen oktató programokat sugároz. Kanadába, na várjál, egy műhold szór adást az Egyesült Államokba, Kanadába, Indiába és Ausztráliába. Az fizik. Na jó. Oké. Okay. Olvassunk tovább. Jó, ez ugyanaz a cetli, amit elolvastunk az imént. Jó, hát más olvasni való itt nincs. Jó, hát itt a fickó az készített a varázsfőzetet. Menjünk. Hát igen, ez egy leégett ház. Határozottan. Kinézünk az erkélyre. Hát mondjuk egy ilyen házba én is szívesen laknék. Már nem ilyen leégetben, hanem aminek ilyen a kilátása. Oké. Okay. Óvatosan menjünk, mert hogy összedőljön itt. Jó, hát akkor szerintem ezt a házat felderítettük. Jó. Oké, és na menjünk tovább. Most is egész jó a kilátásom. Rálátok Angliára. Hát... azért nem az egészre. De a kilátásai mindenképpen jók. Ez mintha valamilyen bányacusz lenne.
olyasminek tűnik. Körbenézek, nehogy hátra adjunk valamit. Mehetünk. Jó. Na, itt van egy másik ház. Hát elég nagy ház, lehet, hogy ez a polgármester háza. Mindjárt fölmegyünk oda. Jó, fölmegyünk oda. És majd szerintem arra megyünk tovább. Na, itt egy kút. Hát elég creepy ez a hely. Ezt a házat raktuk össze amott. Elég lett volna eljönni ide és körbejárni. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Akkor ez lenne az a Vandegrift ház, vagy micsoda? Elég nagy birtok. És azt mondja, hogy talált valami titkos szobát. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Hát igen. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Igen, Travis, akit agyonütöttek a vasútnál. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. Hát, ez a ház sincs úgy formában. Igen, a kisrác Ethan. De Ethan és Travis szerintem testvérek. Ugye ott volt a grandpa, és minthogyha ennek a fickónak a segítségét kérték volna, hogy kiűzzék belőle a sleepert? Nem tudom. Egyelőre én így értem, aztán persze... Lehet, hogy nem így van. Na, állítólag van itt egy titkos szoba. Valahol. Mintha itt lenne valami. Mondjuk ez nem is annyira titkos. Jó, semmit nem látok.
Vagy lehet, hogy kívülről kell bemenni abba a titkos szobába. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. You can feel it, right? Something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Hogy Ethan felzavarta, lehet, hogy a titkos szobába volt. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere. In the wind. Annak nagyon örülök. Szóval valamit fölzavart a kisrác, és a családja úgy gondolta, hogy az a megoldás, hogyha megölik. De hát nem valami oldódott meg, és azt mondja a karakter, hogy valószínű még mindig itt van a szélben. Nincs itt. Szóval valami titkos szoba. Csak nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy merök bemenni. Hogy innen kívülről be lehet, vagy... Bent van. Vagy lehet, hogy nem is itt van az épületnél. Ja, hogy a Moonshine-os lett volna a titkos szoba? Hát, na de... Hát, lehet. Én gyorsan körbeszaladok, addig agyalok. Mert egyébként, hát az is lehet, csak... Hát itt nem nagyon van titkos szoba. Mert be tudjuk járni szerintem az egészet. És itt nem nagyon látok sehol. Sehova semmit. De ja, lehet, hogy egyébként kronológiailag ide kellett volna előbb jönni, és akkor összerakjuk, és akkor engedett volna be a végén ugye a titkos szobába. Hát, az lehet, igen. Jó. Oké. Kicsit még itt körülnézünk akkor a környéken. Bár szerintem itt is ilyen nagy, ilyen úgymond üres maprészek vannak. Hát el lehet arra menni, de lehet ott lent is menni. Ugye, amerről jöttünk. Does sin come from the heart or the mind?
Okay. Okay. Egy gyönyörű nő ült a folyóparton. Egy boszorkány odament, és mondta neki, hogy gyereke fog születni, gyereke volt. Hát igen, az igen idők olyan furák. Oké. Okay. Hát, hogy terhes. Na, közölte vele, hogy terhes. A nő örömében elkezdett sírni, de az öröm félelemmé vált, és nem volt képes abbahagyni a sírást, tehát nem tudta abbahagyni a sírást. A félelem szomorúsággá változott, majd tovább sírt. Hónapokig sírt, nem tudott aludni, amíg a gyerek megszületett. De a sírás megöregítette a nőt, és már nem volt továbbiakban szép. Hú, de mintha valami, nem is tudom, ilyen 10 éveseknek szóló mesét olvasnék. Na jó. Mire már megfelelő, mire már eléggé öreg lett. Ja, a fia. When he was old enough, okay. Arról nem volt szó. Tehát mire megfelelő korú lett. Her son climbed the mountain, okay. Hogy megtalálja a boszorkányt. Majd megkérdezte tőle, vagy megkérte, hogy meg tudná az anyját szépíteni. A boszorkány egy csomó kérdést föltette a srácnak. Miután megkapta a válaszokat, a boszorkány közölte a sráccal, hogy hazudott. A gyerekével kapcsolatban. Tehát és a srác eltűnt, és az anyuka úgy ismét szép lett. Micsoda? Atya ég. Az igen. Ez ilyen mindfuck, te atya ég. Oké. Okay. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. Ki az a Missy? That's what people respond to. Reality. Okay. Már nem volt valami a hátulján. Oké, Ethan, drágám. Ez Ethan anyukájától egy cetli. Sajnálom, hogy kiabáltam veled. Azt szeretném, hogy megtartsd ezt a kis cetlit, és olvasd el minden egyes alkalom, amikor elvesztem a türelmem, vagy hát amikor fölidegesítem magam. Sose gondolom komolyan. Te vagy az én drágaságom. Precious. Hát de ez mekkora gyökér. Már bocsánat, hogy így mondom. De hát ne az legyen már, hogy akárhányszor fölidegesíti magát, én vegyen elő a gyerek egy cetlit, ezt olvass el. Hát uralkodjon magán. Na jó. Oké. Okay. Tehát anyuka egy kicsit... hülye volt. Na most nagyon lesarkítva a dolgot. Oké. Okay.
Amúgy meg hol a tökbe vagyunk? Arra van nyugat. Csak már ott a nap. Na mindegy, elindulunk valamerre. Valószínű nem végtelen a map. Legalábbis remélem. Ó, itt van valami út. Igen, szerintem ez a út vissza le a házhoz vissza. Igen. Jó, hát akkor menjünk fel ezen az úton. Nézzük meg, mi van erre. Túrázunk egy kicsit. Csak nehogy valami medve megtaláljon minket. Ó. Ez valami egyházi objektum lehet. Gyaníthatóan. Ah, itt egy temető. Nagyon jó. Még kell nekem temetőbe jönni. Igen, ez egy határozottan egy templom. A sötét van. Mondjuk ez elég jól néz ki így. Vannak ilyen kripták. Inspect. Gyufa, olajos kanna, kilöttyent olaj. Oil lamp. Oké, tehát egy ilyen lámpás valahol a földön. Ezt kéne megkeresni, hogy hol. Ne. Lehet, hogy benne a templomba. Halló? Ó. Ó. Az öreg Van de Grief. Miért jövök én ide le? Nem, hagyjuk. Aha. Valami megzavarta itt a munkát. Talicska. Ez egy talicska. Sajnos nem lehet használni. Oké. Menjünk tovább. Ha valakit verekedett. Aha, ilyen vérfolt. Dulakodásnak a nyomai látszottak. Tehát valami megzavarta itt azt a munkát. Voltak ilyen téglák, mintha be akarták volna falazni a
Van de Griff kriptát. Úgy tűnt. Ha, itt is van valami. Ó. Oh. Egy madár. Valahonnan... Valamire használták szerintem ezt a madarat. Már ha kőbő volt, akkor könnyen lehet, hogy valakit fejbe vertek. Jó, hát nem tudom, hogy erre érdemes eljönni. Hát nem igazán. Amúgy azért ahhoz képest jó nagy map. Egy kis egyszerű, idézőjelbe egyszerű indie game. Na hát itt, ja igen, itt van a izé a sátor. De fura színe van ennek a fának. Na mindegy. Oké, ott van lent a ház. Ugye itt kinézek innen a csúcsról. Oké, mehetünk is. Hello Sheriff, szia-szia. Lehet, hogy valaki hobbiból megcsinálta a táját, aztán belerakta a sztorit és kiadták. Az is lehet. Már nem tudom, hogy most már, jó, mondjuk ez egy régi játék, de most már azért vannak ilyen túlok, amivel lehet generálni is elég nagy mappokat. Jó, hát nyilván az olyan lesz, amilyen, tehát nem biztos, hogy az illik abba a sztoriba vagy világba, amibe te gondolkodsz. De ja, most már lehet. Ó. Ez egy madár? Nero Cross, az mi az ördög? Sacrifice to Klepot. Tudnom kéne, hogy ez mit jelent. Oké. Okay. Hát, csak le kéne menni a kriptába, mi? Shit. Itt olyan sötét van. Amikor... Ide kéne a Crow. Oda tettük. Most meghúzzuk. Menj már. Micsoda kis mechanika. Az igen. Bro. Hát ő itt nagyon halott. Halál oka. Kell belőle egy kés. Hát... Aha. Még nem látjuk teljes egészében a dolgot. Mi történt? Akkor még nincs meg minden nyom. Ah. Hát igen, ez a gyilkos szerszám valószínű. Na most hát ha. Nem, még mindig nem. Akkor még mindig kell pár dolog. Hogy földerítsük.
Igen, még mondjuk még a lámpát se találtuk meg. Ó, itt is van valami. Varjú áldozat? És ott volt a tőr. Oké. Hogy is néztük ezt az előbb? Ja, igen, így. Akkor lehet, hogy arra lenne az olajlámpa. Ez a olajlámpa. Hát nézzünk el arra. Nem biztos, persze. Mert itt csak itt tudtunk bemenni. Ó, hogy itt el lehet erre jönni. Itt a lámpa. Nagyon jó. El is tesszük. Aztán följünk ide. Nem, nem megyünk fel oda. Oké, akkor menjünk vissza. Jó, vissza is tettük ide. Oké, hát még akkor ezzel a... Hát ezzel a tagykával nem tudom, hogy tudunk-e bármit is csinálni. Itt ezek a dulakodás nyomán, ezt gondolom a fickó, aki bent fekszik. Menjünk be, nézzük meg hát ha már tudunk vele valamit kezdeni. Na, lássuk. Lássuk, mi történt. Oké. Hát, itt nem tudom, mi történik. Az a fickó az áldozat. Szerintem az Travis, akinek a vonat levágta a lábát. Ez meg, ő meg lehet, hogy anyuka. Ethan anyukája, hát ez nem biztos, majd meglátjuk. Itt mi van? Aha, hát igen, itt már... Már valami van, vagy ez... Ez lehet, hogy a fater. Most nézem innen, hogy olyan idősebbnek tűnik. Ja, szerintem lehet, hogy ez a fater. Vagy a fene tudja, na majd mindjárt kiderül. Oké, itt van még nyom. Ez a Travis. Ja. Mintha keresnének valakit. Lámpással. Ez megint a fater. Oké. És akkor itt még történt valami szerintem. Oké, akkor megvan minden. Ó, hogy ők dulakodtak. Igen, akkor más nincs, ugye? Hát, szerintem... Ez az utolsó lesz. Hogy itt megszúrja.
ez előtte van. Hát nem tudom. Az a baj, nem tudom, mi történik egészen pontosan. Hát legyen ez a... utolsó. Nem tudom. Meg hogy került le a holttest? Szerintem ez az utolsó előtti. És az utolsó pedig az lesz, ami itt van fönt. Azt nem tudom, hogy Travis hogy jön a képbe. Ja, nevermind, így van. 120 lehetőségünk van. Nincs itt más még esetleg? Még akkor nem adnák ki a... Chronology-t. Na mindegy, legyen ez az első. Ez az utolsó. Talán ez a második. Vagy... mert nincs itt a kés. Ez meg akkor 4-es. Hát nem tudom. The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps with me. Hát akkor nem. Ez azt jelenti. De hol a kés? Most azon agyalok, hogy ha ez volt itt az első, vagy második. Ez a harmadik. Ez meg a negyedik. Meglátjuk, nem biztos. Mert ez a holttest a kopasz. Igen, határozottan. Kopaszt így van, valamiért megszúrta. Nem tudom. Azért mert rajta kapta, hogy be akarja falazni a...
kriptát. Nem tudom. Ötöst legelőre tenni. Hát... kettő... nem tudom. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Oh. Tehát jól értem, hogy akkor ez az első, ez tuti, ez fixen. Akkor be akarták falazni Ethant? A kriptába? Nem értem. És akkor az utolsó legyen a... kopaszt kapták rajta a falazáson. Hát igen! Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Igen? Jó, most lemennek a kriptához. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Okay. Ah, my leg! Az a gyerek szúrta meg. Chad, let me see it. Get the hell away from me. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. És itt neki esett. És itt Ethan megszökött. És itt kereste Ethan. Your uncle Chad is dead. Gross. Ethan. Én se erre gondoltam egyébként. Abszolút nem. De oké. Okay. Világos a sztori. It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? What? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. We're all sick. Okay. Hát akkor... The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Tehát valamit fölzavart Ethan. Uh-huh. Okay. Na, viszont hogy mit zavart föl pontosan Ethan, azt nem ma fogjuk megtudni. Ugyanis mára megállunk, mert már kezd az agyam teljesen megállni. Folytatjuk mindenképp. Azt hittem kicsit rövidebb ez a játék, de nem baj. Befejezzük majd valamelyik nap. Most ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy melyik nap. Lehet, hogy szerdán.
Lehet, hogy szerdán mégis lesz stream. Majd meglátjuk, holnap megmondom, jó? Holnap viszont biztosan lesz stream. El is köszönök. Holnap a menetrend szerint, ha jól emlékszem, Diablót írtam. Remélem, hogy addig egy kicsit tudok olvasgatni, mert valamit majd kezdenünk kell vele, ugyanis valami nem működött jól a múltkor. De mindegy, majd kiagyaljuk, kitaláljuk, kicsit olvasgatok én is, hogy mi az, ami valószínű nem jó, de ez majd holnap. Ez a játék nagyon tetszik, tényleg nagyon leköt, nagyon jó az a kis nyomozgatós mechanika, hogy itt keresgetni kell a nyomokat, meg utána összerakni a kronológiát, tényleg nagyon jó. Egyszerű dolog, de tök jól működik. Úgyhogy mindenképpen be fogjuk fejezni ezt a játékot valamelyik nap a héten. Én megköszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, én kívánok nektek további szép estét, találkozunk holnap is. Sziasztok!